Futsal szakosztályunk ma délelőtt sajtótájékoztatót tartott, amelyen bejelentette új igazolásainkat. A szakmai stábot a jövőben Zúrják József és Bücs Zsolt vezeti, míg a játékos keret a komoly nagypályás tapasztalattal rendelkező Bárányos Zsolttal és saját nevelésű futballistánkkal Ferenc Dániellel erősödött. A jelenlegi változásokról Németh Péter elnök beszélt. Nagyon nagy változás, legfőképpen a szívünkben nagy változás, hisz mindentől függetlenül én zöldvérűként születtem, tehát 13 évet futballoztam a Ferencvárosban, tudom, hogy mit jelent ez a MESZ, tudom, mit jelent ez a címer, de mindentől függetlenül úgymond jogilag még nem tartoztunk a Ferencvároshoz. Ez a tavalyi év végén, hála Istennek, Kubatov Gábor elnök úr, illetve ugye Orosz Pár úr segítségével ezt sikerült megvalósítani, és mindenféleképp mi úgy érezzük, hogy ezzel mi is bizonyítottunk az elmúlt években, és reméljük, hogy méltó szakosztálya leszünk a Ferencvárosnak a jövőben. Az a vágyunk, és az az elképzelésünk, és az az eszménk, hogy futballistákat hozzunk a csapathoz, és nem kifejezetten futsal játékosokat. Én úgy gondolom, hogy ebben a címerben, ebben a mezben csak úgy lehet pályára lépni, hogyha az utolsó percig küzdünk, megyünk, hajtunk, és mindent megteszünk azért, hogy győztesen hagyjuk el a pályát. Friss szerzeményünk Bárányos Zsolt szakosztályunk megkereséséről és a remélhetőleg sikeres jövőről nyilatkozott. Ez a Gabor a tornán történt, ott én a Honvéd színeibe szerepeltem, és ott az egyik szünetben így beszélgettünk, hogy lenne kedven eljönni futcálozni, de a Ferencvárosba is körülbelül 2 perc alatt megegyeztünk, hogy igen, nagyon szívesen, csak azért nekem először a nagy pályát el kellett döntenem, hogy hol fogok játszani, és a kettőt, ha összetudom egyeztetni, akkor nagyon szívesen jövök. Én nagyon sokszor kis pályás tornákon részt vettem, most is egész decemberben, januárban azért kis pályás tornákon voltam, szóval nekem az nem új, egyetlen az, amit mondtam már, hogy ez a futsállabdát kell megszoknom, meg az, hogy itt 4+1, és én minden tornán azért 5+1-ben játszottam, de szerintem gyorsan fog menni ez. A csapat egyik új vezetőedzője, Zúrják József, nagyon várja már a munkát futsálcsapatunknál, és akárcsak régen, ismét sikeres lenne a Fradival. Nagyon örülök, hogy újra itt lehetek, új kihívás ez a futsal számomra is, de mivel a Fradi hívott, így nem volt kérdés számomra, hogy rögtön igent mondok erre a felkérésre. Szeretnénk egy olyan szerethető, a Fradira jellemző stílusú csapatot kialakítani, aki mindig a győzelemre tör, támadó focit játszik, közönségünk vonzó játékot produkál. Komoly célok vannak itt is, tehát a csapat jó pozícióban is van, tehát itt vezeti a nyugati csoportot, és hát a rájátszásban remélem, hogy sikerül a feljutás, és jövőre még további erősítésekkel versenybe tudunk majd lenni a úgymond nagy ágyukkal a magyar futszalban. Hát ez a cél, és hát ezért fogunk mindent megtenni.